Bali bácsi, húzz el! A legjobb tudásom szerint megírtam a dolgozatot. Mutatták volna, hogy Ácsi, többet tegyél idézőjelet, vagy írd az oldalak aljára, hogy kitől származik. Egy olyan teljesítéssel dőltem hátra, hogy ez egy becsületes férfi munka volt. Mi történik most? Ők úgy vélik, hogy elvehetik, sőt, ahogy olvasom, el is vették. Nem esett jól, hogy én Szőulba képviseltem az országot. Szőulba tárgyaltam meghatározó gazdasági emberekkel. El fogom bizonyítani, hogy van még bennem kitartás, mint volt olimpiai bajnokban, és most 70 évesen be fogom bizonyítani, hogy képes vagyok egy mostani, nagyon nehéz kritériumoknak megfelelő dolgozatot, egy úgynevezett PhD dolgozatot írni. Így is megszerzem a doktori fokozatomat. Most mindenki megtudja, hogy tisztességesen jártam el. Maximálisan kiállok saját magamért és az igazságért. Szerintem ezt senki nem veszi komolyan, és mi sem veszük. Az első szó, ami eszembe jutott a gúnyos nevetés után, amit itt hallhattunk, az a szégyen. A valódi oka ennek a szégyennek az a miniszterelnök okozta, aki bárként odaültetett egy embert, akiről pontosan tudta az első perctől kezdve, hogy soha nem fog neki nemet mondani. Pokorni Zoltán volt az, aki kétszer kimondta, egyszer egyedüliként a Fideszből, hogy le kell mondani a Schmidt Pálnak. Mindenki más elhúzott a vérbe, amikor meginterjú volt. Szerintem komolyan vehetetlen interjú volt kérdésekkel együtt, és nem mély szomorúság van bennem. Mert így most már egészen biztos, hogy két éve keresztül nem sok jóra számíthatunk. Talpra magyar!